nem minden nap találkozunk olyan kiállítással, ahol alapvetően a kiállított műtárgyak nem kiállításra készültek. Tehát nem az a szándék vezérelte az alkotót, hogy majd egyszer ezt valakinek úgy megmutatja, kiállítja, hogy gyönyörködjenek benne, hanem alapvetően küldetésük volt, feladatuk volt, arra tervezték, hogy valaki használja őket, a hétköznapi munka termékei. Nagyon-nagyon fontos, hogyha végignézünk ezeken a fényképeken, akkor észrevehetjük az alkotót, az örömteli alkotót, aki boldog, örömmel teli volt, hogy ezeket elkészítette. Tehát a munka öröme, az alkotás sikere, öröme járta át őket. Csak olyan munkát készítettek és tettek ide ki elénk megmutatni, és biztos, hogy a többi alkotásuk is ilyen, amit előzőleg ők már boldogsággal, megelégedéssel minősítettek, hogy igen, ezt én merem vállalni.